Köszöntöm nézőinket, rövid híreinket látják. Fut a város. Az Itthon vagy Magyarország szeretlek elnevezésű kétnapos programsorozat részeként idén első alkalommal futott Dunaújváros. A sporteseményre rengetegen kilátogattak, hogy közösen bizonyítsák be, mekkora erővel bír a tömegeket megmozgató sport. Tárlat. Nógrádi Katalin festő és grafikus művész, valamint 15 Rácalmási tanítványának nyílt csoportos kiállítása a Pannon Oktatási Központ aulájában. Az olajfestmények témájukat illetően tájképek, amelyek leginkább bóbrosz technikával készültek. A tárlat 2 hónapon át látható az intézményben. Találkozó. Idén is megtartották a már hagyománynak számító összejövetelüket a volt ruhagyár dolgozói. A gyár több mint 10 éves bezárása óta évről évre találkoznak az intézmény munkavállalói. Véget ért információs blokkunk, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Anyagainkat a www.dstv.hu honlapon újra megtekinthetik. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!